Isten igéjét a virág vasárnapi történésekről, ezúttal Márk evangéliumából fogjuk olvasni, mégpedig a 11. fejezet első 10 verséből. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek be az előttetek lévő faluba, és amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki szólna nektek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. Azok elmentek, megtalálták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, mit csináltok? Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Az előtte haladók és az őt követők pedig ezt kiáltották, Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk csatlakozni azokhoz, akik felkiáltanak teljes szívükből. Szeretnénk, Úrunk, kétségbe esetten kiáltani hozzád, mert Te vagy a mi reménységünk. Nincsen rajtad kívül más. Egyedül benned van a mi reménységünk. Hallgass meg bennünket, kérünk, és ajándékozz meg a Te üzeneteddel. Amen. Foglaljatok helyet. Mi az, ami az embereket kiviszi az utcára tömegekben? Hajlamosak vagyunk a virág vasárnapra úgy tekinteni, mint valami nagyon-nagyon emelkedett, nagyon ünnepélyes, olyan kedves ünnepre. Előre felkészültek, levágták az otthonról hozott zsebkéssel a pálmaágakat, előre elkészítették a felső ruhát, a ruhájukat, a kabátjukat, amit majd oda kell teríteni Jézus elé, és olyan szépen, kedvesen lezajlott ez az ünnep. Hát a valóságban egyáltalán nem ez történt. Persze itt mi próbálunk emlékezni, lobogtatjuk a pálmaágakat, meg gondolunk rá, hogy ez mennyire szép lehetett egy ilyen napsütéses tavaszi napon annak idején Izraelben. A valóságban tudjátok, hogy mi volt ez? Mi az, ami kiviszi az utcára az embereket tömegekben? Mi az? A tüntetés. Mi viszi ki az embereket ma is tömegével az utcára? A tüntetés. Miért kezdenek el tüntetni az emberek? Azért, mert elégedetlenek. Azért, mert azt mondják, hogy ez így nem mehet tovább. A Hozsánna az nem valami kedves ünnepi felkiáltás, amivel Isten követét szokták illetni, és hát most pont jön valaki, akit érdemes így üdvözölni. Hozsánna az annyit tesz, hogy ebből már elég. Hozsánna szó szerint annyit tesz, hogy szabadíts már meg. És egyáltalán nem túlzást azt állítani, hogy amit ma látunk kint az utcákon, a környező országokban, az az embereknek a Hozsánna kiáltása. És ez egyúttal közelebb visz bennünket annak az egész milliónek a megértéséhez. Nem készültek rá előre, hogy ők most ünnepelni fognak. Nem ünnepelni mentek.
Az a helyzet, amiben elhangzik ez a felkiáltás, hogy szabadíts már meg. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy mennyire erőteljes volt ez a felkiáltás. Nem csak elénekelgették, hogy Hozsánna, hanem torkuk szakadtából azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább. Hát nézzétek, azt olvastuk, hogy sokan felső ruhájukat terítették az útra. Hát mikor jutna neked eszedbe, hogy az egyik legdrágább anyagi javadat oda terítsd a poros, koszos útra, a kövek közé? Annak idején egy ruha, ezt már sokszor beszéltük, de hát nem árt tudatosítani, hogy az az egyik legnagyobb anyagi java volt az embereknek. Egy mai mobiltelefonhoz, számítógéphez, tévéhez hasonlítható ára volt egy ruhának, és nem volt belőle sok az embereknek, egy vagy maximum kettő. Mi az, ami arra inspirálta az embereket, hogy oda dobják a földre, hogy átgyalogoljon rajta a tömeg? Mert az, hogy hú, átmegy rajta egy szamár, hát az még bírható, de hogy egy tömeg átgyalogoljon utána rajta, mi inspirálta erre az embereket? A kétségbeesés, a kilátástalanság. Olyasmit láttak Jézusban, amit előtte senki másban. Azt látták, hogy ez a Jézus úgy tűnik, hogy tud segíteni. Úgy tűnik, hogy talán végre meg tudja oldani az életünknek a problémáit. Milyen problémákkal küzdöttek annak idején az emberek? Pontosan ugyanazokkal, mint ma. Egy elnyomó hatalom által teljes mértékben kizsigerelve, jövőkép nélkül, értelmes jövőkép nélkül kényszerültek élni az életüket. Politikai elnyomás alatt éltek, és ebből fakadó gazdasági elnyomásban. Hát kizsigerelték őket a rómaiak. Úgy utálták az elnyomó római hatalmat, hogy gyilkos indulat ébredt bennük. Az, hogy Jézus tanítványai között találunk egy olyat, akinek az a neve, hogy Simon a Zélóta, úgy is hívhatnánk, hogy Simon a nacionalista. Meg hát el tudtok képzelni még durvább jelzőket is, csak azt nem akarom az internet örök emlékezetére bízni. Azok voltak a Zélóták. Egy szabadságharcos. Azt mondták, hogy meg kell ezeket ölni. El kell innen takarítani őket. Politikai bizonytalanság, anyagi bizonytalanság. És melyikőtök az, aki azt mondaná egy ilyen helyzetben, hogy nem látom a gyerekemnek a jövőjét biztosítva, mert ezek elveszik minden pénzemet. Elveszik az utolsó megtakarításomat. Nem tud működni az üzletem, mert nincs, amiből működjön, mert annyi adót kell befizetnem. És amikor ez odáig jut, hogy már-már a létbizonytalanság fenyeget, és minden nap ezzel kelsz és ezzel fekszel, akkor megszületik az emberi szívben ez a bizonyos felkiáltás. Hogy szabadítson már meg valaki. Hogy ebből elég. Na ez a Hozsánna. A Hozsánna nem az öröm felkiáltása, hanem a kétségbeesésé. A Hozsannáig vezető út, az tele van fájdalommal és kilátástalansággal. Úgyhogy szeretném, hogyha ez a történet egy kicsit átalakulna a fejünkben. Itt nem ünneplésről van szó, nem előre elkészített ünneplésről, hanem arról a kétségbeesésről, ami az Úrhoz vezet bennünket. Ti szeretitek a kilátástalan helyzeteket? Meg lennék lepődve, hogyha valaki most lázasan jelentkezne. Én, Tamás, engem szólíts fel. Nem bírjuk elviselni a kilátástalanságot. Nagyon nehezen tűrjük a bizonytalanságot. És a kétségbe ejtő helyzeteket igyekszünk elkerülni. Amikor már odáig jutunk, hogy kétségbe esünk,
az mindennek a vége. Attól mindenki óckodik, azt mindenki el akarja kerülni. Szerintetek ezek az emberek nem akarták volna elkerülni ezt a helyzetet? Hát dehogy nem! Dehogy nem! Nem akartak ilyen helyzetben lenni, mint ahogy te sem szeretnél kétségbeejtő helyzetben lenni. De ez a kétségbe esés vezet el bennünket az Úrral való találkozásig. Mert ez a kétségbeejtő helyzet megszülte ezekben az emberekben azt a felismerést, hogy Jézus tud segíteni. Hogy ő a mi emberünk. Hát ezért hoznak ilyen áldozatot érte, hogy hát ha tényleg úgy tűnik, hogy ez lehet a király, aki megszabadít bennünket, akkor az megéri, hogy én is ott legyek azok között, akik oda terítik a ruhájukat. Mit bánom én, hogy elmegy egy ruhám, hogyha ez az ember képes megszabadítani, hogyha tényleg az, akinek mondja magát. Milyen erejű lehetett a kétségbeesésük? Lukács 19-ben ezt olvassuk. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Szerintetek, hogyha rendre kellett utasítani ezeket az embereket, hogyha a hatalom azt mondta, hogy ebből elég, ezt a tüntetést, ezt be kell rekeszteni, fel kell oszlatni, akkor szerintetek ott milyen hangerő lehetett? Ne legyenek illúzióink. Ez a kétségbeesésnek a kiáltása volt. Hát csak gondoljatok a hírekre. Amikor azt mondják a gazdák, hogy ebből elég. És addig nyomják a dudát, és addig bőgetik a motort, és azért utaznak több száz kilométert, ha kell, hogy elmondják, hogy ebből elég. Nyilván nem vonható szoros párhuzam a kettő közé, de azért mégiscsak fontosnak tartom ezt a nagyon is aktuális helyzetet idehozni, hogy érzékeljük, hogy mi történt ott 2000 évvel ezelőtt. Hát az történt, hogy Jeruzsálemben kirobbant egy tüntetés hullám, és egyre többen csatlakoztak hozzá. És annyira hangosak voltak, hogy a fennálló hatalmi rend az félt, hogy ebbe belebukik. Ebbe a tüntetésbe, forradalomba, hogyha úgy tetszik, amiből aztán nagyon-nagyon könnyen lehetett volna szabadságharc. A hozsánna, az a kétségbeesésnek a kiáltása. És tudjátok, az az igazság, hogy meg kell értenünk azt, hogy a hozsánna visz a legközelebb bennünket az Úrhoz. Amíg minden rendben van, addig időnként elrebegünk egy imát. De szerintetek milyen ereje van annak, amikor valaki azt mondja, hogy nincsen más esélyem, nincsen más lehetőségem, mint segítségül hívni az Úr nevét. Azt mondják ezek az emberek, hogy áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Azt mondták, hogy azt, ami van, azt le kell váltani, jöjjön egy másik, jöjjön az, aki tud segíteni. És ők pontosan tudták, hogy a dávidi uralkodó az majd eljön, és igazságot tesz, és békét teremt, mert elég erős lesz hozzá. És egyúttal azt is megvallották, hogy ez túlmutat ezen a világon. Tudták ők. Olyan könnyedén lehúzzuk ezeket az embereket, ó, csak politikai megváltót vártak Jézusban. Persze, az egyik részük igen. De a másik részük, az tudta, hogy mit jelent ez a mondat. Tudták, hogy jön egy olyan ország, ami el fog söpörni mindent. És mi hívjuk és vágyjuk azt az országot. A Dávidnak a királyságát.
Máté evangéliumában olvasunk egy helyzetről, ahol ez a szó, hogy hozsánna, ez nem hangzik el, de egyébként mindenestől a teljes kétségbeesés kiáltása ez. És íme két vak ült az út mellett, amikor Jézus arra járt, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltozták, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Hát ez a hozsánna. Könyörülj, szabadíts meg, nem akarok abban a helyzetben lenni, amiben vagyok. Időnként össze szoktuk szedni, hogy milyen nyomorúságokban osztozunk itt a gyülekezetben. Hogy hány családnak kell betegséggel küzdenie, hogy hány családban van beteg gyermek, akiknek a gyógyulásáért imádkozunk. Hogy hányszor kellett átélni azt, hogy nem születik meg az a baba, nem születik meg az a baba, és imádkozunk érte, és mégsem. Aztán időnként át kell élni azt, hogy úgy volt, hogy megszületik az a baba. És mégsem. Kétségbeejtő helyzetek ezek? Hát hogyne? Ezekben a helyzetekben úgy érzi az ember, hogy itt az út vége. Szakadék van előttem. Hova menjek tovább? Kilátástalan a helyzetem. Az azt jelenti, hogy nem látok tovább. Azt gondoltam, hogy tudom, hogy merre megyek, de nem látok tovább. Ezt jelenti a kilátástalanság. Ez a két vak ember megsejtette azt, hogy Jézus az, aki tud rajtuk segíteni. Na ezt a pillanatot próbáljátok egy kicsit magatok elé képzelni. Vak az ember. Ez a két ember vak. Hallják, hogy Jézus arra megy el. Ha ezt a pillanatot nem ragadják meg, fogalmuk sincs, hogy mikor lesz még ehhez hasonló. Ez a totális kétségbeesés. Ha most ezt nem ragadom meg, ha itt most Jézus nem segít rajtam, akkor örökre beteg maradok. Szerintetek, hogy ordítozhatott ez a két ember? És ugyanaz, mint a virágvasárnapi tömegnél. Hogy azt kell mondani nekik, hogy csöndben legyetek már. Ne óbégassál már. És amikor rájuk szólnak, még hangosabban kiáltoznak, mert közben Jézus halad tovább. És ha nem hallja meg Jézus az ő segélykiáltásukat, akkor benne maradnak abban a kétségbejtő, kilátástalan helyzetben. Hát ezt nagyon kell tanulnia Isten mai népének. Hogy nekünk jogunk van segítségül hívni az Úr nevét. És nem akarom lehúzni magunkat egyáltalán. Teljesen felesleges, hogy savazzam önmagunkat. De azt tanulnunk kell, hogy a kétségbe ejtő helyzetekben torkunk szakadtából ordítsunk. Torkunk szakadtából. Erre nem csak az Isten tiszteleten van lehetőségünk. Ennek jó, hogy van egy szép rendje. De egyébként mi lenne akkor, hogyha egyszer azt mondanánk, hogy most úgy fogunk kiáltani, ahogy a torkunkon kifér? Persze ezeket a helyzeteket nem lehet előre eltervezni. Ez nem olyan, hogy 3 hét múlva vasárnap ordítós Isten tisztelet lesz. Ezeket a helyzeteket a Szentlélek szüli meg. De én teljes szívemből vágyom arra, hogy így tudjunk kétségbe esni az Úr előtt. Mert a kétségbe esés visz a legközelebb az Úrhoz. A kétségbe esés Isten és a közted lévő távolságot az félelmetesen lerövidíti. Csak mi ezt nem szeretjük. De egészen addig,
amíg nem az van a szívedben, hogy ki más tudna segíteni, hogyha nem Jézus, Dávid fia, addig mindig jön az egyes, a kettes, a hármas, a 122-es megoldási javaslat a fejedben. Az A, a B, a C, a Z verzió, hogy fogom én ezt megoldani. De mi van, hogyha a Z plusz után vagy? Az ennedik kísérlet után vagy, amikor már nem tudod megoldani. Na az a hozsánnának az ideje. Amikor azt tudod mondani, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, ne menj el! Ne menj el, mert ha elmész, nincsen lehetőségem, hogy megváltozzon a helyzetem. Nincsen. Az apostolok cselekedeteiben, Péter pünkösdi prédikációjában az utolsó mondatoknak az egyike az arról szól, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Hát nézzétek, ezt olvassuk. Péter idéz egy proféciát, Jóel profétától, és ezt mondja. És csodákat teszek azokban a napokban az égen fenn, és jeleket a földön len. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Ez volt Péternek a központi üzenete. De mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét. És utána elkezd Jézus, Péter arról beszélni, hogy na ez az a Jézus, akit ti keresztre feszítve megöltetek. Na az ő nevét kellene segítségül hívni. És tudjátok, milyen ereje volt ennek, amikor Péter azt mondta, hogy kezdjétek el segítségül hívni az Úr nevét, ne okoskodjatok tovább. Olyan ereje volt, hogy 3000 ember abban az órában azt mondta, hogy hozsánna, könyörülj rajtunk, nem megy másként, csak veled Jézus. Jób könyvében az ötödik szereplő egy bizonyos Elihu, aki megszólal. Jób, a három barátja, aztán Elihu. Elihu két fejezeten keresztül fényezi önmagát, mondjuk ilyen gondolatokban, hogy olyan már a bensőm, mint a lezárt új bor. Ha nem szólalok, meg szétszakadok. Azt mondja, hogy nyugodj meg, Jób, tudós ajkam tisztán beszél, és aztán fölteszi a koronát, és azt mondja, hogy tökéletes tudás áll előtted. Jó. Valahogy kiderül, hogy ez az Elihu a legfiatalabb mind közül, és nagyon beszédes, hogy Jób három barátjának, az igazi barátjának a gondolataira Jób reflektál, és egymással vitatkoznak. Elihu gondolataira egyik ember sem reflektál. Érzd? Jól van, Elihu. Majd máskor is meghallgatunk. Te tudós. De ez az Elihu mond egy olyat, mert ahogy már sokszor mondtam nektek az elmúlt hetekben, a barátok alapvetően nem mondanak ostobaságokat. Csak nem teljesen jól látják a helyzetet. Most Elihu is ugyanúgy van. Egy buzgó kis egyetemista, aki azt gondolja, hogy mindent tud. De azért van valami, amit megért, és ezt szeretném most ide elétek hozni. Ezt mondja, a sok elnyomás miatt kiáltoznak az emberek, jajgatnak a hatalmasok karja miatt. De azt nem kérdik, hol van az én teremtő Istenem, aki éneket ad számba éjszaka, aki többre tanít minket, mint a föld állatait, és bölcsebbé tesz az égi madaraknál. Figyelitek? Azt mondja, hogy az emberre jellemző az, hogy panaszkodik az elnyomás miatt.
Panaszkodik, hogyha valami nem úgy megy, mint ahogy szeretné. De oda már sokszor kevesen jutnak el, hogy azt mondják, hogy hol van ebben a helyzetben az én Istenem? Hát a magyarokra ez meg különösen jellemző. A magyaroknak fáj az élet. De azt mondja, mert hogy egyébként ez nem véletlenül került bele ugye a Bibliába, ezt megengedte Isten, hogy mikor jut el az ember odáig, hogy az már ne csak panaszt legyen, ne csak jajongás legyen. Jajgatnak a hatalmasok karja miatt, de azt már kevesen kérdezik, hogy hol van az én Istenem? Na, amikor idáig megérkezik egy ember, az a hozsánna. Amikor azt mondod, hogy én ezt nem bírom. Nem is akarom bírni Jézus nélkül. És tudjátok, általában ezek a felismerések tényleg a kétségbeejtő helyzetekben születnek meg. Pedig nem csak ott kellene, nem kellene ennek így lennie. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a vesszők, és belőlem nőttök ki. Amennyire életképtelen a szőlő vessző, hogy gyümölcsöt teremjen, hogyha nem marad a tőkén, annyira értelmetlen az életetek, hogyha nem belőlem fakad. Tehát a hozsánna az a Krisztus követőknek az alapértelmezett. Az kellene, hogy legyen a mi első gondolatunk bármilyen helyzetben, hogy Uram, te mit szeretnél? Mit csináljak? Te hogyan gondolod? Hogyan tud áramolni az élet az én életemben? Nélküled nem vagyok képes semmire. Ezt mondja Jézus. Nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Mostanában azon töprengek, hogy miért félünk mi ennyit? Szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Miért félünk ennyit? Miért szorongunk ennyit? Miért érezzük egy csomószor, hogy itt a vége, nincs tovább? Miért? És most nem a nesze semmi fogd meg jól keresztény világmagyarázat következik, hogy csak bízz az Úrban. A dolog lényege valahol mégis itt keresendő. A mindenható Isten, ami atyánk, ami apánk. És azt mondja Jézus, hogy még ti is gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek. Hát már az atya hogy ne akarna szent lelket adni, jó ajándékokat adni? Már hogy ne akarna? Csak ahhoz szükség van a teljes önátadásra. A teljes önátadásra mindig, 0-24-ben, arra, hogy Jézus nélküled nem megy. Kelj fel így. Próbáljuk ki együtt így a következő időszakot. Kezdjük el így élni innentől kezdve az életünket. Ébredj úgy reggel, hogy Jézus nem megy nélküled. Én nem is akarom, hogy menjen nélküled. A legapróbb történésektől kezdve a totál kétségbeejtő helyzetekig. Kezdjük el megtanulni, segítségül hívni az Úr nevét. Mert a mi Istenünk egy szerető és gondoskodó természetű Isten. Sokszor a kilátástalanság teremti meg a legközvetlenebb kapcsolatot az Úrral, a kilátástalanság. A kisfiam 4,5 éves, és tud hozsannázni. Nem azért, mert a csodálatos szülei megtanították ezt neki. És nem virágvasárnapkor. Márk 3 éve egyes típusú cukorbeteg. Ez egy gyógyíthatatlan, halálos betegség. Nyugodtan ízlegessük ezeket a fogalmakat. Ez egy halálos betegség. Nincs inzulin, nincs élet. Hát persze van inzulin, de neki van egy ilyen betegsége.
Nem ehet azt, amit akar, és nem ehet akkor, amikor akarja. Te mennyire lennél frusztrált, hogyha megmondanák neked, hogy mikor mit ehetsz? Hát még csak beleszagolunk ebben néha egy kis egészségügyi diéta kapcsán, nem? Aztán valahogy úgy vagyunk, hogy oké, most lehet bűnözni. Jó, most lehet, most egy kicsit nem, most felfüggesztem. Mi van, ha nem lehet? Na, egy ilyen helyzetben egyik reggelinél a semmiből kifakadt a fiam a következő módon. Isten! Mikor gyógyítasz már meg? Na ez a hozsánna. És kicsit sem túloztam. A 4,5 éves gyerek azt mondta, felkiáltott, és azt mondja, hogy Isten! Mikor gyógyítasz már meg? Na ezek a jerikói vakok. Tudjátok, ki imádkozik a 4 gyerekem közül a legtöbbet, a legintenzívebben? Azt mondja ez a kis csávó egyik nap, hogy apa, milyen röviden imádkozzál már, én hosszan szeretek imádkozni. Mondom, én kérek elnézést. Jó, ő valamit megsejtett, pedig nyilván nem Krisztus követője még, de valamit megsejtett a kis 4,5 éves agyával meg hitével abból, hogy mit jelent hozsannát kiáltani. Hogy mit jelent a teljes kétségbeesésben ráhagyatkozni az Úrra, és azt mondani, hogy hát ha te nem csinálod meg, én nem tudom. Én nem tudom. Azt hiszem, hogyha felelősséggel nézzük a körülöttünk zajló eseményeket, akkor, barátaim, olyan helyzet irányába megy a világunk, hogy valószínűleg egyre több kétségbeejtő helyzettel kell majd szembesülnünk. Eléggé úgy tűnik, hogy a békés kis világunk megszámlálható ideig marad békés. Nem akarok riogatni, viszont a homokba sem dughatjuk a fejünket. Lássuk reálisan a helyzetünket. Nem a béke irányába halad a világ. És emlékezhetünk a nagymamáink történeteire, hogy miket éltek át kétségbeejtő helyzetekben, vagy akár a szüleink életeire, hogy miket éltek át. Lassan azt mondhatjuk, hogy üdv a mi korszakunk nagy háborújában. Ne így legyen, imádkozunk ezért, senki nem kívánja. Nem esik jól ezt mondanom, de nem tehetek mást felelősségteljes vezetőként, mint hogy erről is beszélnünk kell. Úgyhogy fel kell készülnünk a kétségbe ejtő, a kilátástalannak tűnő helyzetekre. Fel kell készülnünk itt szívben, meg itt agyban. Meg amikor ez a kettő találkozik, az a hitünk. Hitben felkészülni. Dávid a 18. Zsoltárban rendkívül szemléletesen festi le a kétségbe ejtő helyzeteket, amikor ezt írja. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangom a templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Lehajlította az eget, és leszállt, homály volt lába alatt. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Most induljunk innen a végétől. Úgy szeretjük átélni, amikor Isten a karjába vesz, igaz? Amikor azt éljük át, hogy kiemel. Na, de hol mondja Dávid, hogy kiemelt engem?
Hát ott a legmélyén. Amikor úgy indítja, hogy körülvettek engem a halál kötelei. Pusztító áradat rettent, és lenyomott a víz legaljára. A pusztító áradat az az, ami levisz teljesen a víz aljára. Akkora hullámok vesznek körül, hogy nincs hova menni. És ott fuldoklasz a víz legalján. Na, ezek a kétségbejtő helyzetek. És azt mondja, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Onnan, a tengerfenekéről, a víz alól, a fulladozás közben, a kétségbejtő kilátástalan helyzetből. És azt mondja, hogy meghallotta Isten az én hangomat, a templomába eljutott. És ez az Isten lehajlítja az eget, mert amikor ő leszáll, annak olyan súlya van, hogy attól meghajlik az ég, és az ő gyerekéért, Dávidért, megérted, megértem, leszáll, hogy még az ég is belehajlik, és azt mondja, hogy most lejövök érted. Na most kiemellek téged. Na most a kétségbejtő helyzetben, amikor hívtál, itt vagyok, tényleg itt vagyok. Bevilágítja villámokkal az egész tengert, bevakúzza a tengert, és leér a Mariana árok legaljáig, és még hogyha a Mariana árokig merülnél is, ő kihúz. Miért? Mert szeret téged. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. És ez nem csak majd az üdvösségre lesz igaz, hanem ez mindig igaz. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Így van? Márk evangélium a 9. fejezetében egy kétségbe esett apa hozza a gyerekét Jézushoz, hogy gyógyítsa meg, és ezt mondja. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, tudnélik a gonosz lélek. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Mi ez? Hozsánna! Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű. Tudjátok, hogy miért ilyen gyönyörű? Azért, mert igaz. Mert ez tényleg így működik. Annyira akarok hinni abban, hogy Jézus, te meg tudod gyógyítani a gyerekemet, az apámat, a betegségemet. Jézus, kérlek, szabadíts meg engem a bűnömből. Nem mindig csak a betegségek, nem mindig csak az anyagi természetű kilátástalan helyzetek nyomasztanak bennünket. Van úgy, hogy az nyomaszt, mint Jézus követőit, hogy én nem akarok ilyen lenni, nem akarok benne lenni ebben a bűnben. Nem akarok elbukni már holnap, mert megutáltam az elmúlt 10, 15, 20, 30 évet, mióta benne vagyok ebben, és nem tudok megszabadulni. Hiszek, Uram, segíts rajtam, mert még a bűneimből is csak te tudsz megszabadítani, hát ez a csodálatos ebben. Tudjátok, hogy miért nem kell félnünk? Hogy miért nem kell szoronganunk? Mert tényleg bármit csinálunk, tehetetlenek vagyunk. Meg tudod magad szabadítani a függőségeidből? Nem. Meg tudod szabadítani magadat a bűneidből? Nem. Másképp nem kellett volna Jézust feláldozni, értünk? Meg tudod gyógyítani a betegségedet? Nem. Meg tudod gyógyítani a gyerekedet, akinek nézed a szenvedését? Nem. Teljesen tehetetlenek vagyunk. Na, ha ezt felismered, és azt mondod, hogy könyörülj rajtam,
akkor jön a szabadítás. Tényleg jön a szabadítás. És annyira szép, ahogy Jézus, ő segíteni akar. Segíteni akar ezen az apán. És a történet végén kiűzi a fiúból a démont. Gondolj bele, a gyereked egyszer vízbe esik, majdnem megfullad. Egyszer a tűzbe esik, majdnem megég. Hát mekkora lehetett ott a kétségbeesés? És Jézus azt mondja neki, hogy olyan szépen indulsz, annyira jó ez a gondolat, hogy hát ha tehetsz valamit, akkor légy a segítségünkre. És Jézus azt mondja neki majdnem, ha tehetsz, hát tudod te, hogy ki vagyok én? Hát kapizsgálod te, hogy ki vagyok én? Minden lehetséges annak, aki hisz. Jó helyen vagy. Továbbra is engem hívjál. Gyere, menjünk, megszabadítom a gyerekedet. Na ez a mi útunk. Azt mondja neked Jézus, hogy mi az, hogy ha tehetsz? Menjünk már tovább ennél, hogy ha tehetsz valamit, Jézus létszi, nem. Tényleg ő tud tenni, és csak ő tud tenni. És ez a hozsánna, hogy szabadíts már meg. Egy másik esetben. Akkor jött egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai előjáró házától, és ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy. Ez a Jairus effektus. Ez a Jairus effektus. Amikor úgy tűnik, hogy a hitet szépen visz fölfelé, érted, hogy Jézus tud segíteni, el is mész hozzá, segítséget is kérsz, azt is mondja, hogy jövök, segítek, és úgy tűnik, hogy páf, kész, vége. Mégsem működik. És Jézus ezzel az egy mondatával, ezt már sokszor mondtam nektek, de képzeljétek el. Ne félj, csak higgy. Ez az egy mondat, ez a hóna alá nyúl Jairusnak, aki szinte összeesik ott a kétségbeeséstől. Majdnem összeesik, és azt mondja, hogy mégsem igaz, mégsem tud segíteni, vége van. És erre azt mondja neki Jézus, hogy na most tessék hinni, és nagyobb csodát fogsz látni. Nem a betegségből gyógyítom meg, hanem a halálból hozom vissza. Közel került az előző beteg fiúnak az apja az Úrhoz. Hát hogy ne? Hát olyan gyógyulást látott, amit azelőtt soha. Közelebb került az Úrhoz, mint valaha. Mi vezetett ehhez a közelséghez? A kétségbeesés, amit mindig próbálunk megspórolni. Mit tapasztalt meg Jairus az Istenből? Olyat, ami erről addig álmodni sem mert. Mi vezetett ehhez? A kétségbeesés. És az, hogy a kétségbeesésben azt mondta, hogy Uram, csak te tudsz segíteni. Hozsánna. A probléma mindig az idővel van. Hogy de mikor? Itt van a kis Eliána, és ott ült mellette a két bátyja. És emlékszem, amikor egy téli táborban beszélgettünk Karollal, és elmondta, hogy ő ezt nem érti. Hogy miért kell átmenni egy vetélésen amúgy, miért kell átmenni egyen? Miért kell átmenni kettőn? Miért van az, hogy másnak magától értetődő módon megszületik a gyereke? Nekem meg nem. A
abban a helyzetben mennyire lehetett egyszerű karolnak és karcsinak kitartani. Abban a helyzetben mit lehetett mondani? Szerintetek volt fájdalmuk? Voltak kérdéseik, hogy Uram, ezt most miért? De komolyan. Hát benned bízunk, benned hiszünk. Volt erre olyan gyors válasz Istentől? Mi volt? A fájdalom, a kétségbeesés, a tehetetlenség, a harag, a düh, az irítség. Másnak miért? Nekem miért nem? Nekem miért kell ekkora fájdalmat elhordoznom, ha másnak nem kell? De 100%-ig biztos vagyok, mert hogy bizonságot is tesznek róla, hogy de kitartottunk, és azt mondtuk, hogy Uram, csak Te tudsz segíteni. Te vagy az élet forrása. És aztán jött Benny, és aztán jött Domi, és aztán jött Eli, és aztán... Csak egy tipp. El lehet bírni 4-jel, tudom. És most Karcsi és Karol hogy ismerik az ő istenüket? Hát sokkal jobban, mint azelőtt. És tudják, hogy ő tényleg mindent megtehet. És azt is tudják, és rajtuk keresztül mi is megtanulhatjuk, hogy más az időzítés, mint mi gondolnánk. Időnként nagyon más az időzítés. De abban az időben, amíg várakozunk, addig kell hozsannázni. Azt mondja Jézus, hogy példázatot is mondott nekik arról, hogy imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ostromold a te Istenedet. Ostromoljad őt. Kétségbe esetten. Nem fog megsértődni. Nem fog kétségbe esni. Nem fog durcizni. Hátat sem fog fordítani. Nyugodtan önsd ki neki a szívedet, mondd el, hogy mi bánt, mondd el, hogy nem hiszem el, hogy miért nem cselekszel már, hol vagy már, mikor jössz. És lehet ezt még cifrázni, semmitől nem ijed meg, semmitől, soha. Hanem meghallja a te segélykiáltásodat a templomában. Hallja a hozsannázást. Hallja. Miért ábrándultak ki Jézusból az emberek? Mert nem akkor jött a szabadítás, mikor várták, és nem úgy, ahogyan várták. Jött a szabadítás? Ho-ho. Még nagyobb léptékben. Sokkal nagyobb léptékben. Úgyhogy kitartás, és a nagy héten, amikor bemész majd az imaszobába, amikor otthon a saját csendességedben azt mondod, hogy úgy szeretnék ünnepelni, de annyi minden van, de olyan nehéz ünnepelni, akkor hozd a kétségeidet, hozd a fájdalmaidat, hozd a félelmeidet. Nem kell mindig tisztelettudóan ünnepelni. Értitek ezt? Annyira megtanuljuk ezt, hogy hogy kell ilyen úrifiú módjára ünnepelni. Tehát ezek az ünnepek miből nőnek ki? A kétségbeesésből és a halálból. Mert az ember ennyire elveszett. Úgyhogy ünnepelj úgy, hogy Uram, én mostantól hozsannázni fogok neked. De nem így, hogy hozsánna, hozsánna. Hanem úgy, hogy szabadíts már meg. És nagy pénteken ismét lesz lehetőségünk jönni majd a kereszthez, magunkban, némán,
és itt senki nem fog zavarni, és el lehet tenni a fájdalmakat, a félelmeket, a bűnöket, mindent. És most az Isten tisztelet után pedig az ima szolgálatosok várnak majd benneteket, hogy segítsenek, hogyha szeretnétek ezt már ma elkezdeni. Amen. Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Úr Jézus, jövünk eléd teljes tehetetlenséggel, és mi is kiáltunk. Kiáltjuk, hogy Hoséanna, hogy szabadíts már meg. Úrunk, erre tanítottál bennünket, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el a te országod, és ezt kérjük. Úrunk, látjuk a világot magunk körül. És nem akarunk szenvedni, és nem akarunk fájdalmat, és nem akarunk félelmet, hanem azt akarjuk, hogy jöjjön el a te királyságod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Könyörgünk, Urunk, te, aki a szívek és vesék vizsgálója vagy, könyörgünk, hogy folytsd le a háborús indulatokat. Könyörgünk, Jézus, hogy jöjj el, mert te vagy a békesség királya. És könyörgünk a saját nyomorúságainkért is, hogy jöjj és szabadíts meg bennünket. Hiszünk, segíts a mi hitetlenségünkön. Amen. Dicsérjük az Urat.